Nem, de Bloody, mi a végére felírva? Mi volt a végére felírva? Nem? Láttátok a klip végére? Tehát igen, hát látunk kellett. Hát ez a... arról szólt, hogy a civilek elleni háborúkról szól, amiket lehetett látni a képen is. Ez éppen mondjuk Afrikában játszódik, de ez játszhatna bárhol a világban, ugye valóságot mutattuk be. Mantra együttesről van szó, a Tikipetet láttuk az előbb, és akkor bemutatnám az urakat. Nagyon figyelek és próbálok koncentrálni. Vijaya Guranga. Guranga, hát körülbelül így. Jó lesz. Guranga. Illetve Horváth Ákos. Találkozta az apukáddal, mert hogy Horváth Csárli az édesapja. Igen. És a harmadik úr mondta nekem. Német Jenő. Természetesen. Jó reggelt. A hangszereket is beszélünk, de a nevekkel kapcsolatban azért néhány szót ejtsünk még. Hát milyen származás volt az elnevezés? Guranga, ezt nem értjük. Hát persze, természetesen nekem is van egyszerű mezői magyar nevem is, de van egy ilyen fajta avatás, olyan majdnem, mint egy keresztelés, és akkor egy szanszkrit nevet kaptam, és akkor ez van. Tehát, hogy Krisna hívők vagyunk. Így van, hogy Krisna hívők vagyunk, bizonyos szinten mindenki. Hogy jár mindenki, és a többieknek akkor miért nincsen? Miért nincs? Miért nem kaptunk, nem vagyunk a... De lesz ilyen avatás? Lesz, persze, természetesen. De komolyan veszitek ezt? Tehát az étkezéstől elkezdve a viselkedésig bezárólag? Hát mindenki különböző szinten, szóval... mindenki rá van bízva, hogy ki mit gyakorol ebben a dolgokban. Van egy hasznos tömeg, egy kultúra, egy egész dolog. Van, aki átveszi belőle azt, hogy vegetáriánus lesz, van, aki átveszi belőle azt, hogy a teljes kultúráját, ami van, aki életcéljának tekinti, van, aki, mint az Ákos, csak iskolába jár, és csak mellette tetszik neki a dolog. Szóval... És hol laktok? Ti Pesten laktok, vagy Somogyban laktok? Pestiek vagyunk, és... Ákos otthon lakik. Mert hogy ott van a központja, ugye a Krisna vallásnak, ugye jól tudom, ugye? Krisna völgyben van egy ilyen központja, de Budapesten is élnek, szóval szerte mindenhol. Legtöbb emberről egyébként, aki ebből valamit gyakorol, nem is nagyon lehet látni, hogy mivel, hogyha nem ilyen feltűnő jelenség, mint ez, ugye? akkor nem tűnik fel, hogy ő is szimpatizál, vagy valamilyen mértékben. Neked miért nincs ilyen cofod? Még nem nőtt meg. Előbben, jó kérdés volt. Azért gondoltam, hogy hát a Krisna hívők. Én klipben először Mester és tanítványaival láttam. Ugye nem véletlen mondom, mert egy Mozsi Kimi az meg közétek tartozik. Igen. Ezt a csapatot erősíti. Nem értem. Hát épp el kellett utazni egy fontos ügyben, és aztán emiatt nem tudod benézni. Visszatérve mondjad? Nem, csak hogy ez olyan divatosnak tűnik. Tehát ott elindult, és igaz, nem sokan csinálják. Pláne azt nem sokan csinálják, hogy a szabad, hogy hát nem indiai zenét produkáltak, vagy valami hasonló. Tényleg, miért nem indiai zenét? Hanem ez kőkemény rockzene, ahogy hallottam. Szinte ilyen thrash metal. De nem az, mert ez tudom, védikus rock. Mi is az? Hát igazából most erre a kérdésre válaszol, hogy miért nem indiai zenét játszunk. Hát mind a hárman így, sőt, hát mind a négyen, mert ugye az IMIA dobosok nem tudta jönni. Szóval mind a négyen ebből a közegből érkeztünk. Szeretünk zenélni, ehhez értünk ennyi, szóval igazából nincsen nagy mögöttem egy háttér. És hogy népszerű-e, hát meg hogy sokan vannak ilyen, sok emberről nem lehet megállapítani pontosan, hogy most éppen tehát mivel szimpatizál, tehát sok, ahogy te is mondtad, hogy sokan nem ilyen hallják, járkálnak az utcán, tehát nem látod az utcán éppen, hogy kinek mi a vallása, mi a hite. Az, hogy népszerű lenne és hogy divatos lenne, hát azt én nem tudom, szóval én ebből a szemszögből nem tudom megállapítani, nem feltétlenül ez volt a... Na most kinek játszotok? Hol léptek fel? Hát fiataloknak eddig nagyon sok fesztiválra próbáltunk eljutni, egyébként nem volt még mindenben teljes sikerünk, de nem az a helyzet, hogy a krisnás metálosokat találjuk meg, hanem egy pozitív üzenetet eljutatni mindenkihez. Ez egy kicsit újdonság lesz, mert most nem pont arról szól, hogy rúgjál be és lőd be magad, hanem egy kicsit pont majdnem az ellenkezőjéről, de mindenki rá van bízva. Mindenki rá van bízva, hogy mi a döntése. A vallásban sem egyeztetőben, nem csak a disznóhús, hanem a cigaretta, az alkohol és a drog, meg pláne nem. Van egy tehetségkutató verseny, ahol tényleg több százan vettek, és az a címe, hogy Jump, a nagy kiugrás. Ti ezen elég szépen szerepeltetek.
Úgy tudom, hogy most már egy következő forduló, vagy hol tartasz? Most lesz hétvégén az első. Tehát úgy van, hogy most az elődöntés, aztán a döntőt nem lesznek középdöntők, most hétvégén fogunk játszani. Hát sok sikert kívánunk hozzá minden esetre, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Most pedig, hogyha minden igaz, akkor vége a műsornak.